Nem egy túl nagy uszoda, nem versenyméretű, de a célnak tökéletesen megfelelt. Ráadásul, ahogy itt ilyen kisebb oktatótermek kapcsolódnak, fölöttük egy kosárlabda csarnok van, a NB1-es meccset is lehetett játszani, és ennek volt egy ilyen nem mondanám zajnak olyan hangja, ami ugyan megnyugtatólag hatott az embere, úgyhogy így nekem lejönni, és egy medencébe így, amikor üres belejönni, hát nem jó érzés. Hát rengeteg élmény, hát ugye itt kezdtem 30-valahány évvel ezelőtt tanítani, akkor már idősebb kollégák nagyon szépen itten bejáratták. Egyébként az elején még nem volt ez a tanmedence, ott egy ilyen csörlőn engedték le, egy ilyen fém keretbe oldották meg, de meg volt oldva akkor is, tehát itt mindig volt egy magas szintű oktatás, ráadásul később olyan oktatófilmek készültek itt, amelyek még ma is világhírűek, a Darnyi Tamásról, az Egerszegi Krisztináról, és sokan másokról, úgyhogy a TF napokra, hát azt majd ajánlom ma is, hogyha valami még hozzáférhető, mi gondoskodunk róla, hogy az legyen. Ezek a vidám filmek, amit a hallgatóknak készítettünk, főleg ilyen víz alatti felvételek mind itt készültek, úgyhogy igazából azt kell mondjam, hogy csak élmény fűz ide. Hát még a nagyságrendnek a megtippelését se kezdtem, de hát éves szinten azért úgy néz ki, hogy azért volt a nappal én egy olyan 100 fő, 200 fő, szorozva 30-al az a 6000, hát egy ezres nagyságrendben 1 és 10 ezer közt valahol ott kell legyen, de nagy Isten többre jön ki, akkor bocs. Elsősorban nevelő egyesület volt a TF, és pontosan az uszoda korlátai miatt a későbbi klasszissá válást nem egyszerű megoldani, de az ifjúság Európa-bajnoki aranyére még eljutott az a Farkas Adél, jelenleg az olimpiai A-szintes Szabó Feltóti Eszter is itt kezdte, és nagyon sokan itt tanultak meg úszni. Azon kívül azért a 70-es évek közepén, főleg a montreali olimpia előtt teljes felnőtt válogatott itt készült, abban még én is benne voltam, mert a császáruszodának bedőlt az oldala, és hát később, amit említettem, már ezekre a világklasszisokra az oktatófilmek itt készültek, úgyhogy az úszósport nagyjai közül azt kell mondjam, hogy 10 és 20 közti olimpiai arany itt megfordult. Egyszer lehetett csinálni volt egy olyan tantárgy, hogy úszás választható tantárgy, ami nem volt kötelező, és hát ez egyébként teljesen be volt osztva reggeltől estig az úszoda, és nem akartam, hogy jelentkezzenek rá, púp lett volna a hátamon, és megkérdettük reggel 6-ra. És 30 perc alatt betelt, meglepetésemre a 20 fő, hogy bele kellett állnom, mondjuk a korai keléssel azért az úszással foglalkozok, nem lehet ijeszgetni, és úgy csináltam meg az órákat, hogy elején egy 10-15 percet beszélgettem a hallgatókkal, ezt a legtöbb tanárnak vagy módja sincs rá, vagy nem érdekli. Én ezt nagyon szerettem, hogy mi volt a hétvégén, ki kivel van, melyik meccsen voltak. Utána volt mindig egy olyan fél óra, hármed óra olyan jellegű úszás, ami nem tananyag. Tehát vagy ilyen tréfás, vagy széket tartva kellett úszni, vagy az egyik karral úszott csak a másik lábbal, és egymást kellett fogni. És a végén egy negyed órát itt ebbe a sarokszobába át lehetett menni egy zuhanyozás után. Olyan filmet vetítettem nekik, ami nekünk megvan, de szintén nem tananyag, de az úszáshoz köthető. Mondjuk, amikor itt volt élménybeszámon az Egerszegi Krisztina, a Czene Attila, a Rózsa Norbert, abból ilyen negyed órákat, és az utolsó órára hagytam a tutit, amit én gondoltam. Tamás 70 éves volt, akkor az újsipos étteremben ott összejöttünk, és hát végül ment egy ilyen másfél órás sztorizás, amin a hasunkat fogtuk, és gondoltam, hogy azt berakom. Mint a minden tűberoló, hogy itten keretbe foglaljam a fél évet, és láttam, hogy csak úgy nézelődnek, és itt közben jöttem rá, hogy egyszerűen nem ismerik a szereplőket. Akkor megállítottam, elmagyaráztam, hogy ez miért így, miért újra állsz, ilyen kételen, keletlen mosolyogtak, szóval ezt csak arra mondom, hogy itt mi az, ami jó sztori, én azt nem tudom elmondani, azt a pillanat hozza, azt át kell élni, de hát volt sok ilyen, de most olyan, amit én most itt bele tudnék állni, és azt mondanám, hogy ez itt történt, olyan nem volt. Mondjuk még azért annyit mondhatnék, hogy annak idején még a régi rendszerben Biszko elvtárs ide járt reggelente úszni, és hát én nem akarok indulatokat kelteni, de így teljesen normális ember benyomását keltette, bár én akkor nagyon fiatal voltam még, mikor ez volt, és esetleg nem tudtam megítélni, hogy a felnőttek miért olyan fegyelmezetten viselkednek, és annak mi az oka, de lényeg az, hogy járt ide úszni, itt edzett nagyon sokszor Gyarmati Andrea Székely Éva nénivel. Úgyhogy inkább ilyen történelmi részei vannak ennek az úsznak, most ilyen nevetséges sztorit
Itt egymás közt mondhatok asztalnál, ha iszunk egy pohárbor, de így szerintem kamerán keresztül inkább nem kezdek ebbe bele. Széchenyi Tamás nem úszott, ő edzést tartott csak, de itt edzettünk 1976-os Montreal olimpia előtt, egy fél évet biztos, hogy itt voltunk minden délután. Már nem edzősködöm, tehát a Marco Rossi sincs ott 12 hónapon keresztül reggeltől estig. Tehát itt, amikor válogatott események vannak, akkor sűrűsödnek az én teendőim. Ezek egyébként jellemzően nyáron vannak, amikor pedig itt nincs oktatás. De végül is ma már, amikor internet van, meg mindenféle telekommunikáció, a szobámból ugyanazt meg tudom csinálni, és így vagy úgy azért ez is úszás, meg az is úszás, végül is egy területen mozog, nem az, hogy ez két különálló terület, két különálló épület, és így tovább. Itt nincs, hogy válogatott, mindenki a klubjába készül, akkor is, ha vannak válogatott úszói, akkor az úgy nézett, hogy hajnalban mentem a Népligetbe edzést tartani, onnan jöttem be ide tanítani, innen mentem vissza megint edzést tartani, este meg hazarogytam, hétvégén versenyek, akkor itt ugye az alkotó munkába be kellett állni, itt nagyon sok oktatófilmet, egyetemi jegyzetet, tankönyvet írtunk a Tóth Ákos vezetésével, ami egy nagyon élvezetes munka volt, de rendkívül időrabló. Ha valaki ilyet csinált, az nagyon jó tudja ezt, úgyhogy túl sok szabadidő nem maradt. De megjegyzem, ez egy olyan dolog volt, hogy én azért hétköznap is mindig jól éreztem magam, és a mai napig nekem tök mindegy, hogy vasárnap van vagy hét. Meghatározó. Hát egyrészt azért, mert a tudományos munka terepe is ez. Még ha az elején ma már kezdetlegesnek tűnő dolgokkal is, de egy rengeteg felmérés csinált már például Székely Évanén is. Ugyanakkor az itt kialakuló laborok, tímek, akik ezekkel foglalkoztak, azonnal rendelkezésre álltak. A másik pedig az, hogy hát itt azért vannak örökségek, rengetegen beszélnek róla, puty-puty így bele a levegőbe, de hát mi itt ezt leírtuk. Tehát az, ami a Széchenyi Tamás öröksége. Nem árulok egy natikról, erre most is készül egy könyv, aminek több vonulata lesz, nem csak szakmai, hanem emberi és egyéb is. Én azért ezeket le kellett írni, meg láthatóvá kellett tenni filmeket, és nem csak itt a tanszéken, hanem bevonzottuk. 1993-ban rendeztünk hosszú idő után először megint országos úszóedzői konferenciát. Itt ez a leégett épületben totál teltház, a lépcsőn is ültek, és ezt hosszú éveken keresztül minden évben csináltuk. Ma ez némileg átalakult a modern kornak megfelelően, vannak online-ok, több van egy évben és így tovább, de akkor az volt a konferencia, és itt adták elő. A Széles Sándor itt mutatta be azt a filmet, amit ma is a csodájára járnak a világon, de például a Tóth Ákos az amatőrök közt ezüstgerely díjat nyert az itt készült oktató filmjével, és számtalan ilyen volt, hogy a TF-nek ebben meghatározó szerepe volt, és főleg abban, hogy az a szakmai örökség, ami az elmúlt 40-50 évben itt az úszásban felhalmozódott, hogy az kézbe vehető, hogy az le van írva, az filmeken látható, oktató filmeken, és így tovább. Ez nagyon jó volt, amikor a Széchenyi Tamás 2004-ben elhunyt, és 2014-ben a halála 10. évfordulóján egy emlékkonferencia volt. És sokaknak kellett eladni, sokak voltak kapcsolatban vele, aki idézőjelben csak úszója volt, volt olyan, aki segédje volt, később főnök lett, volt, aki nála pallérozott, a Széles Sándor is később olimpiai bajnokot csinált, kaptam én is 20 percet. És akkor elkezdtem csinálni az előadást, ez megvan most is PowerPointba. Gyakorlatilag annyi időm maradt, hogy a 20 perc alatt taxatíve fel tudtam sorolni, amiket ő kitalált és feltalált. Tehát azért itt rengeteg olyan dolog volt, amit a világ hírű. Először egyébként 1989-ben billent át a Libikóka, mert addig volt a Hargitai, aztán volt egy Vladár, egy-egy volt, de akkor, amikor már Darnya, Szabó Zsó, amikor több generációval újra termelte, akkor már látták, és akkor nyugdíjba vonult egyik legnagyobb amerikai edző, a Peter Delen, a Széchenyitől kért egy találkozót, és ott a nagy szerencsém volt, élettem a Tolmács kettőjük közt. Egyébként nem az, hogy én tudtam annyira angolul, tudtam beszélni akkor is, de aki ott volt, az hallotta őket. Hát az egy történelmi fordulópont volt, és rengeteg olyan van, nem kezdek bele, a hátúszók ma is másképp úsznak a magyarok, mint a világ. Ez nem látszik, mert a víz alatt van a különbség. A mellúszást magyarok, ezt a modern mellúszást, amivel ma a világ úszik, magyar találta föl, elismerten, oktatófilmmel a Nagy József, de akár a technikánál egy Technosz nevű segédeszköz használata, az a Széles Sándornak a műegyetemen bemért áramlástani laborba, egy kőkemény, nagyon komoly forradalmi újítása, vagy hogy egy konzervdobozzal a fejünkön kezdtünk úszni, stabil legyen a hátúszó vízfekvés, és sorolhatnék még rengeteg ilyet, ezek mind-mind magyar találmányok, de egyébként
Ezt azt kell mondjam, hogyha bármilyen olyan sportágat megnézik, ami siker magyar sportág, itt gondolhatok vízilabdára, vívásra, és sok minden, a tornára például, vagy egy asztali tenisz, amikor nagy generációk voltak, vagy tartós a siker, ott mindig ezek az újítások megvoltak. Tehát itt azért valamit bele kell tenni, ami plusz, mint a Magyar Zolinak, a Magyar Vándor, a Magyar Orsó, a Jónyer, aki elkezdett fonákkal pörget, meg a tenyeres kifli, és tudnám sorolni esti, ezek megvannak úszásban is. Van egy helyzeti erő, hogy ez, ami a testkultúrával foglalkozó, ez ott Magyarországon az első ilyen intézmény, és hát itt vannak meg az egyetemi keretek hozzá. Tehát, és ráadásul Budapesten van egy fővárosban. Itt voltak azért sokáig a legeredményesebb klubok, most már hál' Istennek sokan vannak vidéken, vidéki helyszínen is, akik komolyan csinálnak világklasszokat Szegedbe, Győrbe, korábban Dunajvárosba, akár Eger, Debrecen. Szóval hál' Istennek most már több ilyen van, de akkor ez egy Pest központú történet volt. Itt összpontosult minden. Hát itt azért én is azért nem olyan könnyen kerültem ide. Én eredetileg nem az úszás tanszéken kezdtem itt. Ez az orvosi tanszéken kezdtem, mert akkor végeztem orvosként, és tett le a sorkatonai szolgálatom, és kérni akartam a felvételemet az orvosi kamarába, hiába nem dolgoztam orvos, hogy pecsétem legyen, receptem, és az kiderült, hogy én azt nem kérhetem, ezt ma se kérhette az orvos, aki alkalmazza, azt kérheti. És akkor kerestem meg itt a legendás Frenkő Róbertet, akivel hát a diákja voltam, jól ismertük egymást, és itt sem részletezhető, utólag sem egyéb segítsége volt az orvos egyetemi pályafutásomban, megkértem, és akkor ő fölvet ide az orvosi tanszékre, de azt soha nem játszottuk, a sportolók azért becsületre vannak nevelve, vagy csak be vagyok írva, és élettan gyakorlatokat vezettem. És úgy vett észre a Tóth Ákos, mikor itt fehér köppenybe szaladgáltam az udvaron, hogy mi ez? És akkor mondta, hogy ne vicceljek már, és akkor, mikor letelt az egy év, akkor kerültem be az úszás tanszékre. Ez 1988. Hát 88-ban először én meg csak óraadó voltam, hogy ő is mondta, hogy nézzük meg, hogy érdekel-e engem ez, van annyi affinitásom, belefér az életembe, és azt hiszem 91-től van teljes állású szerződésem az egyetemmel. Hát én nem éltem át az elejét, tehát tőlem lehetne 500 is, meg 800 ugyanazt érzem, meg 50, én azt éltem meg, amin itt voltam, de azért olvastam a történetet, és azért le vagyok nyűgözve, hogy most egy Klebezver Kuhnak az életétől sajnos, ha tud róla könyvet, ilyen életrajzit rögtön szóljon, mert nem találok. És neki volt egy olyan filozófiája, amit nem akarok semmilyen indulatot kelteni, azért ma is bizonyos helyen az életnek észrevehető, és annak a másképp gondolkodása meg egy csökkenő minőséghez vezet. Gondolok itt arra, hogy annak idén egy faluban csak 5 gyerek volt, oda már iskolát csináltak. És a mai napig az országban, megmondom melyik az iskola, amit a Klebezberg építettett, annak volt egy jellegzetessége. Ezek komolyan néztek ki, és az a mai napig beleférnek egy város arculatába. És hát ő alapította ezt az intézményt. Erre én büszke vagyok így utólag, ismerve az ő életét. És hát nem is tudom, hogy Európában hol volt, ahol így önálló testkulturális egyetem volt. Hogy volt egyáltalán előttünk, ebben nem vagyok járatos, nem tudom megmondani. És ha minden igaz, ami a megnyitókon az a hosszú asztalterítő van, azt meg az ő felesége hímezte. Ennek nézzen utána, hogy nehogy valami butaság legyen, de én így tudom. Tehát itt azért a nyoma van az elődöknek, és amikor ide kerültem, akkor azért a nem sportoló tantárgyaknál is olyan országos hírű eladók voltak, mint az említett Frenkő Róbert, aki kiváló publicista volt, sportvezető, az ORC elnöke, orvos, kutató és minden, vagy akár a Rókusfalvi a pszichológián, vagy a Stuller a pedagógián, akár még a maiak közül, meg a Gombóc János. De szóval rengeteg olyan volt, akit bejöttem, és amit az újságban olvastam meg, szóval jó volt ide belépni, hát ezt kéne megőrizni. Bizonyos filozófiák mentén nehéz lesz, de remélem, hogy meg lesz oldva. Igen, nagyon egyszerű. Egyrészt követni kell a nemzetközi szakirodalmat, tisztában kell lenni mindennel. Észre kell venni, hogy mik azok az elemek, amik kiemelhetők és magyar viszonyok közt reálisan működtethetők, és egy olyan egészé formán a saját alkotó energiánkkal, amit a más sportágoknál is említettem, hozzátéve, ami magyarra jellemző, csak itt megoldható egységet képez. Ha valakik ezek a filozófia mentén mennek, azok sikeresek lesznek a jövőben is.